Ez azoknak a településeknek a listája, amelyek a Szent László örökségút részét képezik. Erdélyből egyelőre Bihar, Hargita, Hunyad, Kolos, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, többek között Szabolcs, Napkor, Baktalóránháza, Laskor és Kisvárda tartozik bele. Az egész Kárpát-medencét érintő Szent László út képítése még idén januárban kezdődött el, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető elnöksége és az iskola alapítvány szervezésében. Azok a települések kerülhettek be az örökségútba, ahol például épített vagy természeti örökség található, hozzájuk a Szent László mondavilág valamely eleme köthető, valamilyen formában a lovak király nevét viselik, illetve követelmény volt, hogy éljenek ott magyar emberek is. Célja, hogy hálózatba szervezze azokat a magyar lakta településeket, ahol a mai napig fellelhető az Árpádházi király öröksége. Ő gyakorlatilag most a 2000-es esztendőkben is, a 21. században is egy olyan közép-kelet-európai örökség, közös örökség, amely elsősorban a magyarokhoz köthető, de a népeket is összeköti. Ezt a szellemi örökséget kell továbbvinni. És nyilván ennek a tárgyi örökség részét is, amely freskókban, különböző más lenyomatokban a tárgyi örökség területén is megtalálható. És mi azt szerettük volna, és azt szeretnénk, hogyha ezt az örökséget tudjuk kiteljesíteni egy olyan úttá, ami a turizmuson keresztül a kulturális párbeszédnek is a szintere lesz. A Szent László örökség utat pénteken Kisvárdán indították el ünnepélyesen. 1085-ben a település egykori helyén aratott győzelmet Szent László a kunok felett, és alapított ezt követően egyházat itt. A város azóta 1000 szállal kötődik a lovak királyhoz, amely kötődést a jövőben tovább szeretnék erősíteni. Szeretnénk nagyon határozott hagyományát tenni a Szent László napok megünneplését, tehát ehhez kötni a város alapítását. Úgy néz ki egy projekt keretében a római katolikus templomok a szentélye, ami középkori építmény, annak a felújítása, rekonstrukciója, szintén egy olyan dolog lehet, amelyre építhetünk, illetve van egy középiskolánk, Szent László neveit vette fel, ami régen az Orsia rend működtetett, tehát úgy gondolom, hogy van mire építenünk. Az ünnepségen részt vett Navracsics Tibor is. Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szerint Szent László nem csak korának volt európai államférfia, hanem öröksége ma is élő. Szent László ilyen értelemben egy kiváló példa, hiszen egy olyan történelmi személyiségről van szó, akinek a tettei mind a mai napig megtapinthatók az épített örökségben, az általa hátrahagyott tárgyakban és a nem épített örökségben is, mint például a magyar állam intézményrendszerében, jogszabályaiban mind-mind ott van Szent László kezenyoma. Az örökségút a megye turisztikai és örökségvédelmi szempontjából is kiemelt jelentőséggel bír, itt további fejlesztések is várhatók. Egy újabb dimenziót kapott ezzel a projekttel ez az örökség túra, és azt gondolom, hogy a további években is még újabb elemekkel fog gazdagodni. Európai Uniós pályázaton gondolkodunk, amelyben a megyei önkormányzat, a megyei fejlesztési ügynökség is aktívan részt fog venni. A Szent László örökségúthoz interaktív honlap, mobil applikáció és útvonaltervező készült, hogy a múlt értékeinek megismerése mellett az emberek is megmutathassák értékeiket, legyen szó akár pálinkafőzésről vagy lekvárkészítésről. A tervek szerint az örökségútat a jövőben a teljes Kárpát-medencére kiterjesztenék.